Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Sávval szemben legújabb adásában, itt ül mellettem Gábor. Hello, sziasztok! Én pedig bármi meglepő, újfent csak Bence vagyok, ki más lehetnék. Hát azért lehetnének itt jelöltek. Norbi értelme. Például? Norbi például, igen. Hát igen, Norbi már régen volt, hamarosan majd lesz, reméljük. Lesz. Bízunk benne. Lesz, mert készülünk Norbival is közös projektre. De mint hogyha Norbi egy ilyen kurva követelt fazon lenne itt, nem? Tehát mintha minden második komment arról szólna, hogy Norbi mikor lesz már megint. Hát igen, de Norbi jó arc, bírjuk és... Kövessétek már azt a filmpolt, bassza meg. Már bocsánat, hogy így promotálok valakit, de tényleg méltatlanul kevesen nézik, pedig tök korrekt kis ajánlók azok. Igen. Úgyis elég nagy űr van most szerintem az ilyen rövid ajánlóknak a tengerében, vagy nem tudom, ilyen képzavarra. Hát mert mi abszolút nem a rövid ajánlók tengerében. Nem, mi nekünk nem ez a platformunk, hanem mi ez a megnézel egy filmet és elmerülsz velünk benne, vagy meg se nézed a filmet és elmerülsz velünk benne. De az elmerülsz velünk benne, az adott lesz. Így van. Hát és most azért, mint láthattátok, a kaotikus megjelenések ellenére most fölvettünk egy tematikát, fölkaptunk egy fonalat, így a Ariadne fonalát. Így van, hiszen már kikerült a Chicagói hetek tárgyalása, valamint a Még egy kört mindenkinek című film, ugye az utóbbi az a legjobb külföldi filmként van jelölve Oscar-díjra, a Chicagói hetek pedig a legjobb film címért versenyez, plusz még... Hát van jó pár jelölése. Így van, van mondjuk jó ezt pár pont jelölése. Nem írtam föl, hogy annak hány jelölése jó, van. Jó, tök, jó volt, jó. Jó volt ránézni a papírt. Mert van itt jegyzet, most az egyszer van jegyzet, és már is használhatatlan. Ez a tipikus műsor, tudod? Most készültünk jegyzettel, kár volt, majd értesítjük, azaz nem. Tehát azt látjuk, hogy volt már talán egy projekt, a Védrom Gáborral valakikkel csinált egy ilyen Oscar-díj lefedős műsort, még nem volt alkalmam megnézni, de ilyen részletes kibeszélőket viszont így nem nagyon találtam ezekről a filmekről. Valószínű, hogy itt most ehhez két dolog is hozzátesz. Egyrészt, hogy ezek most úgy nem nagyon járták meg a mozit. Tehát van, ami a jelölt filmek közül streamingre ment ki, van, ami ilyen online mozi jeggyel megtekinthető fix vetítési időpontban, tehát ezek most azért nem annyira könnyen hozzáférhetőek, illetve azért kicsit más az elérés száma egyik filmnek meg a másiknak. Tehát mondjuk mondjuk a Menket vesszük, amelyik egy Netflixes platformon van, az hány emberhez jut el, meg mondjuk a The Father-t, amelyik így nem jut el senkihez, mert nem nagyon lehet megnézni. Így van, mert nem lehet megtalálni sehol. Igen, igen. Volt valami online mozis vetítése, hát azra most nem fizettünk be, tehát az így nekünk kimaradt, úgyhogy arról nem tudunk beszélni, viszont az összes többi fontos jelöltről szeretnénk méghozzá részletesebben beszélgetni itt, hogy egyrészt fölmérjük az akadémia választásait a jelölteknek igen. A szintjén, illetve hogy mire eljutunk az Oscar-díjig, mi is tudjuk reális döntéseket hozni. Igen, de hogy a mai film mi lesz, egy igazán érdekes alkotás, hiszen elsősorban azért néztük meg az Oscin kívül, mert már régen is felkeltette az érdeklődésünket, ugye moziba láttuk még talán az előzetest együtt. Igen, valami részletet elcsíptünk még ebben. Igen, és ez nem más, mint az ígéretes fiatal nő. Hát mondhatjuk azt, hogy amit a trailer mutat, az egy gigászi hazugság. Igen, megint beleesünk ebbe a klasszikus minek készül tréler valamihez című örök kérdésbe. Vagy miért mutat a tréler egy adott arculatot egy filmről, bár tegyük hozzá, és majd ebbe el fogunk mélyedni, hogy erről a filmről nagyon sokfajta tréler is készülhetett volna. Igen. De mit akar a tréler? Igazából amit ígér, az egy ilyen... férfiakon bosszút álló, kicsit ilyen számomra ilyen thriller, volt benne egy kis ilyen slasher, pszichohorror-szerű valami, hogy van egy pszichopata nő, aki megkínozza a csávókat. Igen, ezt ígéri, és hát ehhez képest meg kapunk valami ilyesmit nyomokban a filmben. Semmi ilyesmit.
Hát azért van egy nagyon pici adalék ebből, tehát valamiből össze lett vágva a tréler, de fogalmazzunk úgy, hogy az összes olyan jelenet ki lett vágva, amit lehet így újraértelmezve vágni, tehát tartalmaz thriller elemeket, de hát ilyen nyomokban. Igen. Nyomokban tehát, magyarót és thriller tartalmazhat. Azért is néztük meg, mert talán ez volt az egyetlen film, ami az előzetes alapján abszolút kilógott. Igen. Az Oscar jelöltek listájából, mindeddigi összes Oscar jelölt listából kilógott. Hát igen, tehát ez egy olyan fajta öngolnak tűnt már a trailer alapján is, hogyha mondjuk még le is szállította volna ezt a klasszik thrilleres zsánert, amit ígér, akkor se értenénk, hogy mit keres itt. De így, hogy megnéztük, nem az lett, hogy megvilágosodtuk, hogy aha, szóval ez egy brilliáns alkotás is itt a helye, hanem még kevésbé értjük, mint a trailer előtt. Tudjátok, közben. Kicsit lehet nem leszünk népszerűek, mert általában ezt a filmet istenítik. Hát ennek nagyon nagy, elég magasan van az ázsiója, valahogyan úgy ítéli meg így a nagy kritika, hogy ez egy jó alkotás, ez igen, egy jó darab. Csak tudjátok, így megnéztük, és rájöttem, hogy ez a The Room olyan minőség. Igen, és a The Room a rossz, tehát nem a jó The Room, amire már hivatkoztunk, hanem a rossz, a Tommy Wiseau. Igen, a Tommy Wiseau stílus, csak az a durva, hogy az a flash sincs meg, az a flow sincs meg ebbe a rendezőnőcibe, hogy annyira rossz legyen, mint hogy már jó, mint a Tommy Wiseau esetében. Ez egy borzalmasan tehát, rossz film. Tehát minden elemmel dolgozik, amivel a Tommy Wiseau, csak annyira komolyan veszi magát, az egész film, hogy nem lesz annyira rossz, hogy már vicces legyen, viszont annyira kellően rossz, hogy rosszá ízzel álljál föl előtt. Igen, abszolút értékelhetetlen. Csak azért, hogyha valakit esetleg elkerült volna ez a film, ismertessük ilyen szinopszis, ki se tudom mondani, jó, akkor miért török ilyen babérokra beszélni? Sem probléma, nem tudom. Tehát jön a szinopszis. Na, nagyon nagy király vagy itt a járókeretem. A két lábon járó, ülő járókeret. Szóval, miről szól ez a sztori? Tegyük képbe a hallgatókat. Hogy van ez a Carey Mulligan által játszott női főhős, akinek nem emlékszem a nevére, szerintem ez már elég sok mindent elmond. Maradandó, ezt tudja igen. Megmutatni. Ami egyébként a színésznőnek a játéka kifogásolhatatlan, de egyszerűen a karakter annyira semmilyen, még ennek ellenére is. Talán Carey, de nem akarok hülyeséget vagy mondani. Vagy Cass, nem tudom. Nem, mert ott a két névvel operál. Igen. Szóval de... a lényeg, hogy ez a nőci be van rágva a csávókra. Így van. A férfiakra. Nagyon utálja őket, mert van egyfajta ilyen ideologizált, sztereotipizált világa, hogy tök mindegy, hogy te mennyire kedves vagy, tök mindegy, hogy te mennyire pöce vagy, ha pöce vagy, akkor nagyobb pöce leszel, ha meg kedves vagy, akkor egy gigapöce leszel. Tehát, hogy tök lényegtelen, a lényeg, hogy minden pasi egy görény. Hát, ez a filmnek az alaptézis. Igen, az alaptézis az, hogy teljes mértékben mindegy, hogy te mennyire vagy kedves, mint férfi, mennyire vagy figyelmes, egyetlen egy dologra megy ki a játék, hogy férfinak születtél, ezért egy görény vagy, és akárhogy forgatjuk a lapokat, minden férfi egy dolgot akar, és mindig úgy fog forogni a világnak a kereke, hogy minden férfiről kiderül, hogy görény, mert ugye ez a nő próbára teszi a férfiakat az alapszitu szerint. Igen, ami egyébként azért merjük itt spoilermentes vonalon ezt elárulni, hiszen az előzetesekben is benne van, ezzel kelti föl az érdeklődést az előzetes, hogy ez a csajszi megfingatja a palikat. Igen, hát mi ez a próbatétel? Nagyon egyszerű, a csaj eljátsza, hogy hull a részeg, magához vonz egy férfit, aki szerintem amúgy egy nem létező típus, erről majd mindjárt beszélgessünk még a spoilerek nélküli szekcióban, egy segítőkész férfit, akivel ő partner részekként, árészekként, hogy fölmenjen akár a hapsi lakására, vagy a hapsi fölmenjen az ő lakására, vagy inkább ő megy a hapsik lakására, ott ő eljátsz, hogy hull a részeg, a férfi ugye vissza fog élni a helyzettel, elkezdi molesztálni, ahol a nő egyből kijózanodik idézőjelbe, és szembesíti a férfit a mocsoksággal. És ebből ugye azt gondolnád, hogy közben ki is nyírja őket, van erre egy ilyen félig meddig utalás az elején, mintha gyilkos is lenne. Szóval ez az alapfelütés, hát már ezt sem mondanám túl gigászian erősnek. Hát igen. De ami utána jön. Ja, Istenem. Na szóval ez így összességében, és szerintem menjünk át a spoiler-es szekcióba. Igen, mert azt már gondolom levettétek, hogy
hogy ez most tényleg sávval szemben. Igen, tehát, igen. Tehát hogy, ez hogy most mindenki a... imádja ezt a filmet, mi utáljuk. Borzasztóan rossz ez a film. Nem akarok én itt a spoiler nélküli szekcióba belemenni bármibe, hogyha megtetszett neked ez a végtelenül pazar felütés, ez a nagyon-nagyon erős tengely, ami, meg ez a, hát figyelj, hogyha egy férfi gyűlölő filmre vágysz, tökéletes választás, de egyébként, hogyha nincsen úgy bajod a nőkkel, férfiakkal, mondjuk ilyen nemi alapon, akkor ez a film nem neked készült szerintem, vagy hát nem tudom, mi tudna beszippantani. Beszélgessünk úgy erről, hogy egy picit jobban belemegyünk mi itt a hibákba. Mert itt annyi hiba van, hogy egy A4-es tele lehetne. Jó, tehát akkor pauz, mehet? Igen, de emiatt ne essél bele a bokorba, ez a film nem éri meg. Ne is állíts le, hallgass meg minket, jobban jársz, mintha megnézed. Igen. Nem érdemes megnézni, tehát ez egy eltanácsoló podcast, és most megpróbálunk érvelni amellett, hogy ezt miért ne nézd meg. Na szóval, hogy hány műfajba is kezd bele felületesen ez a film. Ez lehet az első nagy kulcs, hogy ez miért rossz ez az alkotás. Hát ugye kezd egy ilyen pszichotrillerként, hogy a csaj szivatja a palikat. Igen. Majd ugye az egyetemi jó haverság, tudod, a szerelem belép az életébe, de nehezen csatlakozik hozzá ehhez a csávóhoz, tudod, nehezen igen, mert ha esetleg valaki nem látta, megjelenik a tökéletes udvarló, tehát hogyha a Hugh Grant-et fénykorában elképzeled, a szoroz meg kettővel, a tökéletes udvarló sztereotípiáját emeld a négyzetre, és megkapod azt, aki megjelenik a nő életébe, a régi évfolyamtárs az orvosi egyetemről. Tökéletes udvarló, makulátlan jellem, oltári nagy humor, és akkor vált egy kicsit profilt a... Így van, hiszen elejt az egyetemről ilyen neveket ennek a csajszínak, és fölsejlik a múlt. Igen, és akkor itt megjelenik egy ilyen... Egy bosszú film. Egy bosszú azon film, egy ilyen oldboy-szerű bosszú filmként folytatja. Igen, ami egyébként tök érdekes, hogy eleinte mi azt hittük, hogy ez a bosszú filmes ugye jelzés, amiket kirak, az római számokkal jelzi, hogy ez az első bosszú alany, ez a második bosszú kicsit alany. Ilyen Kill Bill-es. Nem. Tehát, hogy olyan, hogy mint a Kill Bill-ben, hogy van az első célpont, második, harmadik, negyedik, és akkor ott is rájössz, hogy ezek amúgy nem római számok. Nem, hanem strigulák. A négyesnél döbbentünk rá, hogy strigulákat látunk, nekünk nem volt egyértelmű. Igen, mert a négyesnél ugye kikerült a három római egyes. Ja, hogy strigula, okay. Igen, mert plusz egy a negyedik római egyes, ami igen. Már ugye az üle egyes a suliban, hogyha igen. Ezt írod be a négynek. Tehát oda egy, azt kettő, három, visszatekertük, mondom, rosszul látom, hogy nem tud római négyest írni a rendező, de nem ez a legnagyobb hiba. Tehát ugye itt egy múltbéli megerőszakolás történettel kapcsolatos bosszú sztori veszi kezdetét, majd utána vált még egy profilt a film, még egy zsánerbe belekóstol. Így van, ez pedig az a tipikus gicses amerikai gimis romantikus vígjáték. De ismeritek azt a gicses. Tehát a legrosszabb montázsokat képzeljétek el. A gyógyszertárban Paris Hilton slágerére együtt éneklős táncolós. Együtt rötyögve a random havernővel pizzát evős. Az ágyban popcorn zabá, egymás vállán, válláról filmet nézős popcorn zabálós estek. Egymás zabkásával etetős. Igen. Egymás tekintetében elveszős. Reggel csókra ébredős, kávéval ébresztős. Ebből a montásból azért kapsz dögivel. Tehát azért nem keveset kapsz hát az egy, hát egy 10 perc. 5-10 perc. Igen, egy 5-10 perc, és utána a filmnek a legvége meg egy ilyen... Egy, hát az már mi? Tehát ott mi a legvége? Ott az megint vált egy... Hát ugye megint visszaváltunk a bosszú film zsánerbe. Így van, tehát visszaváltunk még egyszer, hogy de azért ez a bosszú nem marad el, és akkor onnan meg lesz egy ilyen... Az utolsó 3 percre egy klasszik nyomozó sztori. Így van, egy klasszik nyomozó sztori, és egy ilyen, tudod, nem tudom mi ez a műfaj, amikor kurvára meg van tervezve egy master plan, egy ilyen tökéletes terv, és az, amikor beérik. Tudod, ez olyan zsánert akar, mint egy ilyen, mint a közönséges bűnözők vége, hogy így a mozaikok is hirtelen összeáll. Na most ez így elmondva is borzasztóan kaotikus, de végigkövetve így nézed, hogy bocsánat, mit nézek éppen a vásznon? Amúgy így gondolkodtam, volt rá egy napom, hogy feldolgozzam az élményt, hogy egy jelenet volt amúgy, ami tetszett.
uh-huh. amikor a dékán nőt szivatja meg. Hát az szerintem az igen. okos volt. Az jó húzás volt. Igen, de abban is ordinári nagy csúsztatások vannak, tehát induljunk az elejétől, hogy mik a nagy hibák, és akkor belemehetünk így ezekbe a jelenetekbe, hogy mi volt, ami jobb, meg rosszabb. Tehát nagyjából most elmondtuk, hogy milyen műfaj kavalkádra számítson az ember, ha ezt megnézi. De most az első és legnagyobb hiba, szerintem amivel indul a felütés, hogy egy olyan férfi típust legyárt, ami szerintem nem létezik. Tehát az a fajta férfi, akin itt bosszút áll ez a nő, hogy szerintem nagyjából be lehet lőni azt a két férfi típust, aki így nőknél próbálkozik. Szerintem van az egyik típus, ez a végtelenül egoista bunkó, bumburnyák, aki mindent megenged magának. És ha visszautasítják, akkor körülbelül lepicsázza, kurvázza, bocsánat a kifejezésére a nőt, elhordja, hogy nem is vagy olyan jó nő, és megy tovább ilyen egóból. Ilyen borzasztó bunkó. És akkor van szerintem inkább ez a magunk fajta világszerencsétlen teszetosz a nyomorékja, aki még akkor sem mer oda menni, amikor már 8-szor oda hívják, akkor is 6-szor kérdezi meg, hogy kezdi csókolom, bocsánat, hogy létezem, ja igen, mindjárt elkotródok innen, akit, hogyha egy minimális nemet érez, de nem az, hogy nemet kap, hanem belebegtetik neki, hogy esetleg nem, akkor elkotródik, és még kb. Pucéron fekszik mellette a nő, akkor is még betakarja. Tehát ez a kétfajta férfi típus szerintem nagyjából nagyon jól lefedi ezt a világot. És itt ötvözve van a kettő. Tehát, hogy első körben az áldozatok végtelenül szimpatikusak, kedvesek, taxit hívnak neki, hazaviszik, jaj, nehogy rosszul legyél, kifizetik az italát, fölmennek hozzá, egyáltalán nem akarnak nyomulni, majd hirtelen, mikor látják, hogy mennyire részeg, mert odáig nem tűnt föl, hirtelen ilyen végtelen bunkó, nemi erőszaktevőké züllenek le egy snitt alatt. Hát szerintem ez egy ordinári nagy hazugság. Tehát azok a férfi típusok, amit ez a film pofátlanul legyárt, szerintem az egyik van, aki ott a helyszínen kb. Hátul a sikátorban megerőszakolná, ahogyan ezek a férfiak be vannak mutatva, amikor a házon belül vannak, meg van a másik, aki hazakíséri, vagy nem tudom, de én nem tudom elképzelni, hogy ez egy létező férfi karakter. Én nem mondom, hogy nincsen mondjuk egy vagy kettő, de az, amit itt a strigulákból látunk, hogy több ezernyi van, mert itt egy füzetbe vezetve van a strigula, és hogy minden férfi ilyen. Tehát, hogy egy férfivel nem találkozott ez a nő, a film állítása szerint, amelyik ne akarta volna őt megerőszakolni. Tehát, hogy mindegyiknek az a vége, hogy végtelenül kedves, és ki is állítja ezt a szegénységét rögtön ez a film, hogy minden férfi ilyen. Tehát több ezernyi prédája volt ennek a nőnek, és egyetlen egy se állta ki a vizsgát, hogy nem akarta könyörtelenül megerőszakolni a lakásán. Hát igen. De ez egy olyan fokú hazugság, hogy én ezt nem hiszem el. De, mert hogyha egy ilyennel találkozott volna, akkor arra azt mondjuk, hogy oké, biztos van ennyire rafinált szemétláda. De az, hogy minden férfi ilyen legyen, hát egy igen. szorongó nyomorék, ahogyan ott ábrázolják az elsőt, hogy jaja, szerintetek oda merjek hozzá menni? Hát nem is tudom, szedd össze magad. Megiszik 6 felest, hogy kb. Oda menjen, hogy a hullarészegnőt megszólítsa, utána az lesz a nemi erőszaktevő. Alap. Nagyon reális. Ja, Istenem. Na mindegy, én már ezen nagyon fölbosszantottam magamat, de a többi férfi sztereotípiát mindet megnézhetitek. Hát mindet. A füttyögő mindet. Munkás. Ja, hát persze. De a bunkó autós. Hát. De mindegyiket megnézheted. És mindegyikkel leszámol. Igen, igen, könyörtelenül. Könyörtelenül leszámol. De persze, mi ez a könyörtelen leszámolás? Tehát, hogy ilyenek vannak, hogy hotdogot eszik. Igen. És akkor füttyögnek neki a munkások, és akkor egy ilyen falloszra egyfajta ilyen metafora, hogy a virslivel ugye megtömött hotdogba így beleharap ízesen, így rájuk néz, és így... Hogy ennyit értek. Ennyit értek kb. Igen. Tehát van ez a vonal, ez a fajta. De olyan pofátlanul sztereotipizálja a férfiakat, mint amennyire a gagyi hollywoodi filmek sztereotipizálják általában a nőket. Tehát, tehát arra ez lehet egyfajta reflektálás, hogy oké, ti így sztereotipizáljátok a nőket, mi így sztereotipizáljuk a férfiakat, de nem lesz attól... De ezt attól... lehet intelligensen is csinálni,
Igen. Meg lehet így. Na jó, csak itt megint van egy tévedés. Hogyha nekem problémám van a sztereotipizált karakterábrázolással, akkor kezdjek el 3D-s karaktereket legyártani. Tehát mondjuk olyan női karaktereket kezdjek el legyártani, aki él és mozog, meg olyan férfi karaktereket. De hogyha nekem bajom van azzal, hogy valaki sztereotipizál, akkor arra nem az a jó válasz, hogy én jobban sztereotipizállak. Ez nem olyan, mint egy rossz vita, hogy valaki mond... Mint a gyerekek a homokozóba. Pontosan. Pontosan ugyanaz. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy nekünk van meggyőződésünk, hogy mi a szar média tartalom, de gyártunk annál egy még szarabbat, érted? Tehát ez valami hasonló. Tehát, hogyha neked a sztereotipizálással van a bajod, akkor kezd el felszámolni, és ne az ugyanolyan undorító ellenpólusát megképezni. Így van. Akkor ugye van, ami engem mondjuk szórakoztatott, hogy van egy ilyen expozíció a Family-ről, mert ő ugye mindig így esténként, mint a Batman, ugye nappal a családdal van otthon, vagy éppen dolgozik, este meg mint Batman leszámol a csávókkal. Tehát, hogy hát Batwoman, bocsánat. És hát ugye az van, hogy neki ott van egy anyukája, meg egy apukája. Igen. És a klasszik anyuka-apuka modell be van mutatva, hogy mindig apuka jobb szélen ül a szélen, anyuka bal szélen ül a szélén az asztalnak, ugye két széken egymás mellett, és mindig a fal felüli részen, és osztják az észt a lánynak. Így van. Tehát a Family-vel a konyhán kívül nem találkozol apukával, anyukával. De szerintem olyan, mintha anyuka apukától 2 méterrel odébb nem tudna állni, nem? Tehát, igen. Mint hogyha lenne egy ilyen sziámi iker, de úgy, hogy már szétvágták őket, de ideig nem jutottak. Igen, el. És anyuka famerev, apuka meg a laza arc, aki minden humorizál. Igen, csak apuka egy dolgot mért el, hogy lehet bármilyen jó apa, de egy görény, mert férfi. Tehát nem tudsz annyira jó apa lenni egy ilyen világban, hogy ne legyél görény. Igen, és tényleg az, tehát ő, tudod, apuka az a férfi karakter, aki mindenből viccet csinál. Így és van. Neki tök mindegy, hogy az tahó vicc, vagy fa vicc, vagy csak random fasságon röhög. Apuka a humoros arc. Igen. A humoros faszi. Igen, de ez is egy ilyen borzasztóan gagyi sztereotípia, de hát ez ilyen, már így ez a családábrázolás is borzasztó. Igen. De ugyanakkor meg van benne valami némi humorfaktor, tehát itt jön be az, hogy valami vígjáték akar ez lenni, de vígjátéknak viszont nem eszelősen vicces, tehát nem fogod így összekeverni nem fogod összekeverni a boráttal, nem? Tehát, hogy nem fogsz úgy röhögni rajta, mint a faxos csávón a Borát 2-ben. Tehát, hogy tudod. Igen. Majd a Borát 2-vel is jövünk. Az is lesz amúgy, majd, igen. Igen. Na mindegy, ez csak így, mint hivatkozás. Igen. Jó, hát a Borát 2-ben a faxos csávó, az arra majd bővebben kitérünk, az hatalmas. Igen. Na, szóval borzasztóan működik ez a családsztereotípia, de a legnagyobb hazugság az a férfi udvarlója, ami újra le van gyártva. Hát igen. Tehát, hogy bejön ez a rendkívül kedély. Gyerek, ott egy flotta faszi. Gyerekorvos, sármos. Humoros, jól öltözött, tudod, ilyen fes. De egy ilyen nagyon jó képű gyerek, aki mindig ki tudja magát. Jó lelkű, abszolút. Nem és akarja sietetni a dolgokat. Igen, tehát ő nem egy nyomuló szatír. De hát ugye tökéletes férfinak tűnik, de valami ki kell, hogy derüljön róla. Igen. Tehát, hogy olyan nincs, hát férfi. Ugye mi hát nem adja ki a modell. Tehát ott van egy rohadt nagy tévedés, hogy ez egy normális férfi. Bele is szeret a nő, igen. Csak ugye... Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miért lesz az ebből a csávóval, ami, azt tudni kell, hogy itt van egy ilyen megerőszakoló sztori a háttérben, amire ugye a bosszú film vonal erősít rá. Épül, igen, hogy ennek a csajnak volt egy ilyen gyermekkori jó barátja, akivel együtt mentek el, ez a Nina, az egyetemre. Ha csak összeszedjük a neveket. És a Ninát megerőszakolták. Egy ilyen egyetemi bulin, egy ilyen egyetemi bulin, ahol egyébként megvan a filmbe erősítve az első bosszú állott által, hogy egyébként ő volt az egyetem kajáról, már bocsánat.
Igen, tehát, hogy rajta az egész egyetemi foci csapat átment. Mert igen, van valami ilyen sztori. Igen. Tehát, hogy ott az volt, hogy az arra hivatkoznak, hogy azért nem tudták ezt már megfelelően lekezelni ennek a szemtanúi, ennek a Nina megerőszakolásának a történetét, mert hogy előtte valami 30 fickóval csinált pont ugyanilyennek látszó dolgokat a bulikban, és ezt senki nem vette komolyan, és akkor erre mondja, hogy ilyen farkast kiáltó helyzetbe került. És ugye itt van a bosszú filmnek az a jogos pillanata, hogyha te az életedben 30-szor hozol egy döntést, hogy önszántadból fekszel le valakivel, és 31-ére megtörténik az erőszak, attól az erőszak nem lesz bagatelebb, csak ezért lehet, hogy azok az emberek, akik... Nem lesz akkora súlya. Igen, tehát, hogy igazából az történik, hogy azok az emberek nem annyira hibáztathatóak, akik úgy vannak vele, ja, már megint lefekszik valakivel. És akkor megtörténik a tragédia, és ugye erre próbál ez a Carrie, vagy hogy hívják ezt a főszereplőnőt, reflektálni, hogy de miért, attól, mert 30-szor megtörtént, 31-ére ott van a dráma, igaza van, ez a része jogos, de ezért kárhoztatni valakit, mert hogy miért nem lépett ott éppen közbe úgy, hogy Mert hogy ugye az derül ki a srácról, hogy ő szemtanúja ennek az egésznek. Tehát valaki rögzítette ezt az egész aktust kamerán. Így van. De nem ő ott állt a tömegbe. Igen. És mondott egy ilyet, hogy állj, most már elég lesz, és akkor valaki megkérdezte tőle, hogy te most velünk vagy ellenünk, és kusban maradt. Ez volt a hőszerelmesnek a bűne, és innentől kezdve mit mond neki a nő? Te mocskos pöce vagy. És már utállak, gyűlöllek, szeretlek, gonosz vagy. Te is megölted a barátnőmet, hát, te is megerőszakoltad, így mert van. Ott voltál. De hogy abban az a legkeményebb, hogy a karakterfejlődésnek meg az semmit nem... Tehát azért egy végtelenül primitív bárgyúfilm, mert megtörténik mondjuk... Tételezzük fel ez a brutális megerőszakolás történet. Igazából nem vagy beavatva, hogy pontosan mi volt ennek a részlete, csak az, hogy ez megtörtént, és hogy utána ez a Nina öngyilkos lett emiatt, mert ezt nem bírta elviselni, ezt a terhet. De ez a tökéletes udvarló utána, odáig tökéletesen funkcionál egy gyerekorvos, nem tudom én milyen gyerekeknek az életéért küzd. Történt az életében mondjuk egy ilyen, mondjuk tekintsük azt, hogy ez az aljasság, hogy ő asszisztált ehhez a dologhoz. Azzal a háttérrel, hogy lehet, hogy ők föl se fogták, hogy mi történik, mert ahhoz meg puha pöcs a film, hogy beavassanak az igazi részletekbe, hogy ez egy ilyen sátánista szektában történt, vagy az egyik szobában hancúroztak, arra utaltak, ez nem vagy beavatott, tehát tök szemét a film ebből, hogy azt a megerőszakolás történetet, ami ugye ennek van föltéve, hogy ez így történt. Nem vagy beavatva, hogy azt ők hogyan látták, csak egy hanganyagot hallasz róla, és ezért is tök unfair a film, mert te nem tudod súlyozni, hogy ez a srác most tényleg csak ott ez a gyenge akaratú volt, nem akarta, hogy a többiek elnyomják, de azért ezt összemosni, hogy kvázi ő erőszakolta meg. Na ez egy olyan fokú csúsztatás, hogy na nem már. Igen, és akkor utána ugye meg is fenyegeti a csaj, hogy kirúgatlak az állásodból, mert szétküldöm a videót, ha nem mondod el, hogy hol van a főgecának az erőszaktevőnek valami legénybúcsút tartanak. Így van a legénybúcsúnak a helyszíne, és akkor erre kérdezi a srác a csajtól, hogy miért, és neked nem volt olyan az életedben, hogy hibáztál bármikor, bárhol. Hát mert hogy pont az volt, igen, mert hogy arra próbáltak hivatkozni itt, akiket megvádolt ezzel az ügyel, hogy mi se fogtuk föl, hogy itt ilyen fokú erőszak történik, és mindenki inkább el akarta felejteni a történteket, meg túllépni rajta, amiben igaza van ennek a nőnek, hogy nem kellett volna rajta túllépni, de tök érdekes, hogy ő ugyanezt a fajta védekező mechanizmust választotta rögtön, hogy ott hagyta az egyetemet, és megpróbált rajta túllépni. Értem, hogy mit mondasz. Borzalmasan illogikus hapság. Ilyen nincs, ilyen nincsen. Tehát, hogyha megtörténik ez a fajta erőszak, amiről van szó, és te neked ott meghal utána, mert öngyilkos lesz a legjobb barátnőd, akkor utána ez nem egy okos film, mert annak hazudja magát, hogy éveken keresztül ő felépíti ezt a bosszút. Nem építi fel a bosszút,
seggében nincs bosszút állni az egyetlen igazi bűnösön, hanem mindenki mást kárhoztat érte, mert férfi. Ez a nagy konklúziója, hogy én minden férfin bosszút állok, és most fölkerül a térképre egy félmondat miatt, hogy ja, amúgy ő volt a megerőszakoló, ha már bosszú filmként gondolok, ja, amúgy őt is ki kéne nyírni. Vagy meg kéne szivatni, vagy nem tudom, mit kéne vele csinálni. Milyen adhok baromság ez? Az Oscar-díj között, vagy amikor nézték, tudod miért kemény a film? Mert nagyon érzékeny témához nyúl hozzá. Női író, női rendező. Így van, és ezzel él vissza. Ezzel él vissza, hogy na miért akkor te akkor támogatod ezeket a dolgokat? Meg akkor te emellett vagy nem? Hanem kiforgatja az egész karaktereket a realitásukból. Na és menjünk rá akkor a filmnek az utolsó 20 percére, mert arról azért lehet mit mondani. Tehát ott üt be a film utolsó 20 percébe a Tommy Wiseau-i magasságok. Ott na jelentek. Igen, na ott derül ki, hogy mit nézel te igazából. Igen. Tehát idáig úgy tűnik, hogy ez egy ilyen komoly történet. Egy gigászi trash-t nézel. Igen, egy trash-t nézel. Egy trash-t nézel, ahol már az utolsó 20 percben az, hogy a színész, hogy a Kerry Mulligan az egyetlen, aki nem ripacskodik, de rajta kívül mindenki ripacsázűlik a fatertől kezdve, az ügyvédig, a megerőszakolóig, a mobillal felvevő spanyáig, a gyerekorvos hőszerelmesből pöcévé váló szerelméig, mindenki ripacs lesz, csak a főszereplőnő nem. Így van, de... A Kerry Mulligan nem. De hát, hogy ott mit történnek? Te elmegy erre a legénybúcsúnak a helyszínére, és az első dolog az az, jó csaj, mindenki elkezd rá nyáladzani, és azt mondja nekik a jó csaj, hogy igyátok az alkoholt, amiben nyilván volt valami dzsina, mert mindenki kidőlt, fölviszi ezt a csávot az emeletre, kikötözi. Az igazi erőszaktevőt, vagy akiről ugye ez a profil született. Igen, akit kikötöz az ágyhoz, és elkezdi lelkileg terrorizálni ezt a csávót. Aki egyébként most megint már sztereotipizált a végtelenig, a világ legnagyobb anyámasszony katonája. Hát egy lekvár. Tehát egy olyan valakit látszott végig, hogy na, ez volt a nagy nemi erőszaktevő, akire vártunk. Aztán az egész kiderül, szertől. Hogy ki a fő geca. Persze. A pöce. Az ultra pöce, az is kiderül, de hogy ott ugye lelkileg elkezdi terrorizálni, majd jön a kötelező oszis nagy monológ, amiért a színészeket szokták jelölni, és elmondja, hogy az lesz a csávóval szemben a bosszú, hogy ráírja, rávési szikével a testére jó pár helyre a nevét a csajszínak, akit megerőszakolt. Így van. Ez a nagy bosszú. És itt elkattam valami a csávónál, elszabadul az egyik keze a bilincsből, és megfojtja konkrétan a párnával ezt a nőt. Így van. Ez történik. És akkor itt lesz megint az új profilváltás, hogy ugye meghal a főszereplő nő. Igen, és innentől jön a krimi, nyomozós krimi. Igen, mert megjelenik a felbújtó span, aki ott volt nyilván az egyetemi évek alatt, akiről kiderül, hogy ő volt a felbújtó erre a nemi erőszakra egyébként, tehát ő volt, aki ott tüzelte az embereket, így meg van. Adta alá a lovat. Ő és egyből mondja, hogy hát akkor égessük el a hullát. És innentől kezdve, hogy kikerül az egyetlen, na jó, nem az egyetlen, mert azért a, hogy hívják, mert azért a dékánasszonyt játszó Connie Britton, ugye az American Horror Story-ból, meg ugye az Alfred Molina ott van mellékszerepben, de úgy az egyetlen igazán jó színész kikerül a sztoriból, igen. És jön a ripacs parádé. Igen. Hát ez tehát, ez... hogy ahogy sír ez a megerőszakoló lekvár ott az ágyon, Bömbi mester konkrétan. És olyan artikulációk vannak az arcon, hogy ember így nem sír. De megint egy nem létező karakter gyártott le. Akkor, tehát akkor megint sikerült legyártani egy újabb, amúgy nem létező és karaktert. És látod, hogy totál sokban van a csáv, és ledobja magát a izél, az a gyerek a székbe, szóval, de hogy csak alszik, tesó, mit műveltél vele, és így elkezdi csapkodni a halott nőnek a testét, így paskolja, keljél már föl, bébi! És így rájönnek ugye, hogy meghalt. Mi a felbújtónak az első szövege? Égessük el. Pörizzük el a testét. Égessük el. És ezek orvosok. Orvosok. Tehát, hogy ezt is, ezt a bárgyúságot, hogy kiviszik, raknak egy, hát kb. Egy ilyen bogrács tüzet, rádobják a hullát, elpörizik és elmennek. Nem takarítják el a hambakat, semmit.
Az úgy ott marad. Hát, hogyha onnan egy kéz lelóg, vagy még nem égett el, meg rendesen, az ott jó lesz. Jó lesz ott hátul a kertben. Ennyi a nagy megoldás. De, és de ha még itt vége lett volna. Még erre azt mondanánk, hogy jó, győztek a pöcék. Így még le lehetett volna zárni a történetet, de nem volt elég. Nem, mert megjelenik. Mert itt kell egy ilyen túlvilági szál, hogy a nő mindent eltervezett, és ez kb. Egy emberáldozat volt, ő ezt előre megtervezte, mert azt végtelenül sztereotipizált ügyvéd ismerősének meg leadja az utolsó üzenetét, hogy miket hajtson végre. Hát ő rajta is bosszút akart állni az ügyvéden, igen. Csak hát ő látta, hogy az a fasz, azon az élet már bosszút állt azon, igen, a csávon. És az lesz a spanya, aki egyébként fölmentette az erőszaktevőt, nem? Tehát, hogy azért ez is egy érdekes ilyen kis színezete ez a filmhez, hogy miket csináljon, hogyha ő esetleg meghal vagy eltűnik. Igen. És hát ugye küldje szét a videót. Így van. Meg külön kis grátis küldjön SMS-eket a ex-szerelemnek. Így van. És kapunk egy olyan utolsó 2 percet, amikor a zsaruk rájönnek erre, és mennek lekapcsolni ezt a 3 bumburnyákot, idézőjeles bumburnyákot. Ha azt a Gáborral nem tekertük vissza, vagy 10-szer. 10-szer, megnézzük. Olyan az vígjáték. Az vígjáték, de az a top kategóriás vígjáték. Abszolút, busz rajta. Az utolsó 2 perc, ez top kategóriás vígjáték. Hát mikor mennek a zsaruk lekapcsolni őket az álomesküvön. És a 3 arcnak a reakció. Vegyük végig a 3 reakciót, mert ez itt a csúcspont. Jó, hát ugye hát mi az első, meghallják a szirénát, és mindegyiket tök értetlenül. Mi történhetett? Mi történt? De tudod, az a olyan, mintha a harang szólalna meg, és honnan jön? Mi lehet ez? Mi lehet ez vajon? Mert 2 napja égettél el egy nőt. Nem is sejtett, hogy mit keresnek itt a rendőrök, nem? Igen. Tehát pont egy ilyen tök random erdős helyen mit kereshetnek a rendőrök, ha nem téged? Így van. Ja? Hát nem van ilyen, hogy elégetsz hullákat, nem? És tehát, hogy ez az alapreakció mind a 3. taktól, és hát az első, ugye az ex-szerelem. Igen. Megkapja az SMS-ből, hogy szia, azt hitted vége van? Nincs vége. Jó esküvőt kívánok. És ahogy nézi azt a telefont az a csávó, mint valamilyen elcseszett rossz James Bond főgonosz. Hozzázüllik, de ilyen rohadt gusztustalanul, mint valami kis gonosz törpe hobbit. Nem tud mit kezdeni. Behúzott vállokkal éppen utánozott. De érted, addig még ilyen komikusként simán elment ilyen jófaszi színésznek. Érted? Igen, igen. És itt lezüllik. És nem tud mit kezdeni. És ez is egy csúcspont, hogy nem tud mit kezdeni a zakó gombjával, mert igen, nincs és babrája, és közben meg a telót néz, és ilyen gonosz sunyi törpeként vizslat. És hogy tökre látszik, hogy nem volt rendes rendezői instrukció, abszolút, mert nem tud magával mit kezdeni. Abszolút zéro. Akkor nézzük a igazi, a gigapöcét, aki egyébként még ezt is megúszza. Aki körülbelül egy ilyen Cristiano Ronaldo-ként néz ki. Tehát egy klasszik atléta, ügyeletes, jófaszi. Így van. Tudod? És hát ott azért tudjuk, hogy mi lehetett a rendezői instrukció. Ez a mielőtt elfutsz, nézd meg jól, hogy a rendőrök jöttek-e. És ez az, amikor 6-szor komolyabban veszed a nézd meg jól. Tehát az a kinézés, az a sasolás. Az a először kinéz, föláll a székről, kifordul, megint kinéz, majd elindul, és hirtelen még hátra néz, megbizonyosodni, hogy tutira biztos. Nagyon biztosan, mert ugye a rendőr jötte. Ilyen, mint egy csajszí, így elfut. Elszökken, mint egy ősz gida, tudod? Ja, már hivatkoztunk, hát a Sacha Baron Cohen Brunójának a futása az lótúró ehhez. Igen, tehát és ez a leggonoszabb karakter. A leggonoszabb karakter, gyerekek, konkrétan fogja magát, és mint egy ilyen ősz gida kecsesen elszökkel be az erdőbe. Igen, és közben így a kezét is így lóbálja. Igen. Hát nem hittem el, hogy ez a főgonosz? Igen, ehhez szaladt. A főgonosz megmenekült, a főpöce eliszkolt. És akkor az ex nemi erőszakoló gyilkossal. Lekvár meg egy ilyen atom túljátszott színészettel.
Igen, hogy nagyon fáj, az volt, hogy nagyon szarjál be, hogy le fognak csukni, és fáj a bilincs a kezeden, és ez egyfajta olyan torz érzelmet rakott ki az arcára, amit egyébként normális emberi érzelemként nem jelenik meg az arcon. Na jó. És a fater? Jó, a faterről még meg kell bizonyosodnunk, amikor az van, hogy van, tudjátok, ez a nem lehet visszatartani apai érzelmektől fűtött, nem vihetik el a fiamat, ezt kell eljátszanod, hogy a rendőrök nem tudnak lefogni. És ugyanezt hozza a fater, de van egy pillanat, ahol hátraint neki a zsaru, hogy most már nyugodjon le, de eredetileg még neki jönnie kéne, hogy még ő nem hagyja, hogy a fiát elvigyék, de közben lemarad. A fater ott így kifagy, hogy akkor jól csináltam a jelentet, és közben a zsaruk meg így hátrafelé a semmit így toszogatják, hogy ne jöjjön az öreg. És látszik a zsarun is, hogy egy pillanatra így megrőkönyödik, hogy hol a fater? Az megállott. És nem vették újra. Jó nem, volt ez így. Nem. És mindezt a Shaggynek az Angel című fantasztikus hulladékjának egy ilyen poptini szongos változatára. Jó, de azért végül. Erre még térjünk már ki, hogy itt azért próbáltak idézőjelesen klasszikus popslágereket rehabilitálni. Jó, oké. Rehabilitálni. Ugye a Shaggy? Angel, így van. Akkor Britney Spears Toxic. De a Toxicból akartak ide csinálni egy ilyen Hitchcocki hegedást. Így van. Tehát, hogy ez és érted, szerintem amúgy nem volt hallgathatatlanul rossz ötlet azzal a hegedűvel az eredeti Toxic, de itt, amit csinálnak, az... Nem tudom, hogy itt ki volt a zeneszerző. Nem fogom megnézni, mert annyira nem mozgat. De azért a Westworld-be, amikor egy Wicked Games-et a Ramin Djawadi rehabilitál olyan szinten, hogy konkrétan föl se ismered, de az is hegedás, és kurva jó, meg amikor itt egy toxikot rehabilitálnak, az milyen? Hát még szerintem maga az, nem is tudom, hogy mennyire rehabilitálás ez, mert nem volt annyira hulladékdal, de hogy nagyon fura a választás. Tehát tudod, Paris Hilton, tehát hogy mikre asszociál itt, tehát hogy milyen kulturális tőkéből merít. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy annyira rossz dal lenne a Britney Spears-től a Toxic, meg az úgy a maga idejében. Az egyik legjobb dala. Szerintem amúgy az volt így, szerintem, hogyha nagyon kéne választani, hagyd ne kelljen, de én is azt választanám. Ba egész jó ötletek voltak. De azért ebből thriller zenét gyártatni, ez azt az asszociációra játszik rá, hogy a Britney-t én is szeretem, a Shaggy-t én is szeretem, a Paris Hilton-t én is szeretem, ez akkor nekik készült? Akik ezeket szeretik? Nem tudom. De akkor meg mennyire el van védve? Kurva biztos, nem nekünk. De nem nekünk készült, az biztos, de aki meg ezeket a zenéket szereti, az meg tudja, hogy nem ilyen filmre vágyik. Hát akkor miért nem csinált egy feel good filmet? Vagy egy romantikus filmet? Na, szedjük össze a legfőbb hibákat ebben a filmben, mert szerintem azzal lehet itt rendbe kerülni. Nem azzal van a probléma, hogyha valaki föl akar dolgozni kemény húsba vágó témákat. Félreértés ne essék. Hanem azzal van a probléma, amikor valaki szellemileg nincs azon a szinten, hogy ilyen volumenű témákkal foglalkozni nincs tudjon. Nincs mögötte tőke. Nincs mögötte igazi tőke, tehát nekem nincs azzal bajom, mikor a dán filmművészetben egy Thomas Vinterberg szintű zseni foglalkozik mondjuk a családon belüli nemi erőszakkal, mint a Születésnapban, mert annál keményebb témát én szerintem nem láttam még, mint az a film, de hát az azon a nívón is működik. Nincs bajom azzal, ha az alkoholizmushoz nyúl az a rendező, vagy mikor a Lars von Trier a pszichopátiáról beszél, mert ők ehhez értenek. Mert ők ennek a mélyére látnak. Tehát lehet készíteni brutálisan jó filmet szerintem ebben a témában, de azt nem lehet így megcsinálni, mert most lehet, hogy kemény, amit mondok, de szerintem aki valójában az életben elszenvedett mondjuk ilyenfajta erőszakot, arra ez a film sértő. Igen. Ez a méltatlan gagyisztika, hogy hozzááll ehhez a témához, mert nincs azon a szinten, és amúgy nem a színésznő múlott, mert ő mindent megtesz, hogy éljen ez a karakter, és ő meg a színés rác is jó, aki utána pöcévé zűlik egy kerti törpévé, egy grimaszoló kerti törpévé. Ez egy megbocsájthatatlan dolog, hogy nincsen azon a nívón ez a rendező, forgatókönyvíró, hogy ő ilyen témákról beszéljen.
Tehát nincs. Tehát nem, mert erre nem tudok mit mondani. Erre én sem. Ez, az, hogy ez mit kereshet az Oscar legjobb filmeknek a listáján, csak a témát tudom mondani. Visszaél vele. Tehát visszaél azzal a témával, két dologgal él vissza. Egyrészt ezzel a feminizmusnak ez a brutális hőfokon fűtött őrületével, hogy na ebbe a filmbe merje belekötni te rossz indulatú szemétláda, mert akkor te rögtön nemi erőszakolóvá zűl lesz. És én ezt utálom a legjobban ezeknél a filmeknél, hogy belenyúl a legkeményebb témába, és mint egy pajzsot maga elé tartja, hogy na, akkor kritizáljatok. Igen. És bizony, hogyha valaki ezen átlát, és azt mondja, hogy nem fogok bedőlni ennek, hogy csak azért, mert a pajzsára tűz egy ilyen dolgot, még át lehet rajta látni, hogy nem igénytelen vagy. Egy hulladék vagy, és nem vagy méltó arra, hogy ezt a témát felboncold, mert egy olyan női rendező, meg egy olyan ember, aki szerintem ezzel a témával akar foglalkozni, egy Gaspar Noé, vagy nem tudom, milyen nevek jutnak eszembe, akik ilyen témához egyáltalán hozzámertek nyúlni, hát azok azért biztos, hogy valamilyen viszonyt ezzel ápolnak. De nem a Paris Hiltonnal, meg a Britney Spears-szel, baszki. Hát itt mi meg keveredik, segíve. Meg segivel, tehát mi keveredik itt össze? A nagy nemi erőszak bosszú úgy, hogy közben meg vigadunk a segi Angel-re. Hát meg azért a színvilág sem a dárkos vonalat erősíti a filmbe. Tehát, hogyha megfigyeled, azért eléggé világos színekkel játszik. Abszolút. Tehát, hogy nagyon kevés esti jelenet van, nagyon sok a kék szín benne, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen vidám színekkel dolgozik. De ez amúgy egy tini vígjáték romantikus, ez egy romantikus filmbe bele erőszakolt ilyen nyomozósztori, meg bosszú történet, és ami tudod, mi működik benne? A gicses gagyi jelenetek, amit felsoroltál. Az működik a sráccal. Ennek a rendezőnőnek szerintem egy romantikus vígjátékot kellett volna csinálnia. Mert tök jó volt hozzá az alany, mert ez a színésznő eljátszotta volna, és ez a srác is kurva jó volt. Igen. És az működhetett volna, hogy jaj, évődnek, nem akar, jön valami törés, azt a nagy békül, és akkor lehetett volna csinálni egy ilyen filmet, de nem, mert ez kevés volt. Itt kellett a nagy tét. Kellett ez a Kill Bill-szerű bosszút állok sorban az embereken, de igen, annak se volt dinamikája. Nem volt kreatív. Egyáltalán nem volt kreatív, mert... Mondom, talán a izét tudom kiemelni, a dékánnőst, amikor megszivatta. Nem tudom, mint bosszú film, egy porzalmas pocsék munka. Hát ha már bosszú film, akkor inkább a Oldboy. Hát sőt, igen. Ezerszer. Nem egy liga. Nem, nem. Egy liga. Ez egy... De ugyanakkor ő is hivatkozik magára, mint comedy, mint vígjáték. Tehát, hogy ezek de itt azért működik, nem úgy, mint az elkerülő. Igen, mert a végén, hogyha a Ripacs parádét nézzük, meg ezeket ezek a gagyi jellemek, meg ezek a végtelen sztereotípiák, amiben megmártózhatunk ebben a filmben, azok lehetnének viccesek is, csak akkor meg nagyon nagy baj van azzal a megerőszakolós témával. Akkor miért nem egy vígjátékot nézek? Tehát akkor miért kell nekem itt közben meg ezt... Tehát minden kreditet el akart rabolni ez a rendezőnő, mindennel meg akart rabolni. Első osztályú thriller, első osztályú bosszú film, első osztályú nyomozós film, első osztályú lamour film, első osztályú tini film 30 évesekkel, első osztályú, tehát biztos, hogy érdemes az első filmedbe mindent, és azon felül mindent, és mindent beletenni? 7 műfajból kigyúrni egy hulladékot? Nem. Talán nem. Hát igen. És mi ennek a címe, ennek a filmnek? Ígéretes fiatal nő. Akkor még egy dologra adj nekem választ. Miért ez a címe? Mi a lótúró ebben annyira ígéretes? Hát ezt nem tudom. Na, én is. Tudod, egy valamit se. Tudod, melyik az ígéretes fiatal nő, amikor abban a nővérkeszedben megjelenik a legény búcsú, de ennyi. Az az ígéretes fiatal nő ott. De igen. Arra várnod kell egy kőkemény 1 óra 15 percet. Igen, hogy történjen egy olyan monológ, amire azt mondod, hogy valami, nem? Igen. Tehát, hogy ott történik egyetlen egy, ahol egy pillanatig, de ez a színésznőnek a bravúros játéka semmi más,
hogy a pillanatig valamiért komolyan tudod venni ezt a hulladékot. De utána gondoskodnak a többiek, például a nyomozós kutyásnő, hogy így megy a kutyával, de nem néz oda, pont nem, de ilyen, tudod, az a neved rögtön észre című instrukció, és annyira túljátsz a nyomozónő, hogy amikor már a kutya rángatja oda a tett helyre, amiről üvölt, hogy ott el lett valaki égetve, így oda kapja a fejét a nyomozónő. Na ezektől, a statisztáktól. Zseniális. Borzasztóan rossz film, kerüljétek el. Ez szerintem, nem tudom ennek hány jelölése van, de ennek öt. Is van. Öt jelölése van. És abból van legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, legjobb film, és csak egyet érdemel meg, a legjobb női főszereplőt. Azt aláírnám, hogy a színésznő jó. Ennyi. Na, hát szerintem elmondtunk erről a borzalomról mindent. Igen. Ez egy 10-ből 2-es. Nem szoktunk pontozni, de ez megérne, 10-ből 2. Hát ez valami borzasztó, nem értem, hogy ennek miért van ekkora kultusza. Hogy lehet az Oscaron egyszerűen, ez egy anomália. Anomália. El vannak ragadtatva ettől a filmtől, és ilyenkor nem értem, ugyanazt néztük meg? Pedig el vannak tőle ragadtatva, de azon a szinten mozog, mint a Tommy Wiseau, csak rosszabb, mert nem vicces. Egyetlen. Vagy nem olyan szórakoztató, mint a Room. Igen. Igen, és borzasztóan méltatlan ez a témához, ez a fajta igénytelenség. Igen. Tehát ez borzasztóan méltatlan. Tehát ezt hagyjuk meg azoknak a komoly rendezőknek, akik ebbe bele tudnak nyúlni, mert szerintem, tehát tudod azért, amikor olyan kemény témákat, mint a vadászat, a Mads Mikkelsennel, valaki egy olyanba belenyúl, hogy gyerek molesztálási ügy, és bazd meg olyan eleganciával, amennyire ezt lehet eleganciával kezelni, ahogy az föl van építve, az a film, ahogy átérzed, ahogy benned is van kétség, hú, de kemény. Tehát van, aki ért ehhez a világhoz, de oda szerintem beavatottnak kell lenni, vagy nem tudom, mi kell hozzá. Igen. Én nem mernék erről filmet csinálni, mert még így beszélni is necces, nem hogy még egy filmet, de nem hogy ekkora mellénnyel, mint ezt a szart. Na mindegy, kedélyesebbre számítottunk, de inkább fölidegesítőtem magam ezen a film. Igen. Hát, ja. Mindegy, borzasztó. Na jó van, majd még jövünk ám Oscar filmekkel. Persze. Ez nem lesz a jelöltünk a legjobb filmre. Maradjunk ennyivel. Biztos nem. Na, hát akkor ciao. Sziasztok.